Всіх вітаю. Dmitro Kuleba, Ukrajna külügyminisztere beszédet intézett az EU külügyminiszteri tanácsához a fővárosi légiriadó idején egy óvóhelyről. Talán én vagyok az első miniszter, aki az EU külügyminiszteri tanácsához egy óvóhelyről beszél. Kijevben ugyanis riadó van, mondta. A miniszter felszólította az EU-t, hogy biztosítson több légvédelmi rendszert és lőszert, valamint hogy vezessen be szankciókat Irán ellen, amiért az drónokkal látta el Oroszországot. Az agresszorország elleni 9. uniós szankciócsomagnak erősnek kell lennie, javasolta Kuleba. Az EU már reagált is a kérésére, ugyanis ígéretet tett, hogy a katonai segélyt 3,1 milliárd euróra növeli.